A PMFC elleni pontosztoszkodással végződő mérkőzés után hétvégén egy újabb baranyai rangadó vár a H-rend Kozár Michelin labdarúgó csapatára. Az edzőváltáson átesett Újonc Gárda a harmadik MB2-es szezonjában szereplő Szent Lőrinc együttesét fogadja a Merkantil Bank Liga 8. fordulójában. A michelini csapat legújabb igazolása, Károly Bálint már nagyon várja a hétvégi összecsapást. A rutinos, kétszeres MB3-as gólkirály számára nem ismeretlen a baranyai terep, a PMFC csapatától érkezett. Mindenképpen nehéz meccset várok, szoros meccs lesz szerintem, mind a két csapat nyerni akar, de bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni a meccset. Gaják Gergő harmadik szezonját kezdte meg Kozár Michelinben. A rutinos játékos a 2014-15-ös szezonban az MB3-as ezüstérmet szerzett csapattagja volt, majd idén az MB3 középcsoportjának bajnoki címét ünnepelhette. Más kávéház, mint az MB3. Az első pár meccsen azt mondom, hogy arra is ment el, hogy szokjuk a ligát. Jó érzés, nyilván mindenki arra azért dolgozott tavalyi szezonban, hogy ezt az osztályt megissük, úgyhogy sok meccs van még vissza, úgyhogy még bizakodó vagyok teljes mértékben. A vasárnap 17 órakor kezdődő rangadó után közvetlenül egy újabb baranyai derbi következik. A 2006-2007-es MB3-as bajnokságban a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt el. A Kozár Michelin a Szent Lőrinc gárdáját győzte le, ami egyben feljutást is jelentett. Most ennek a mérkőzésnek a visszavágóját rendezik meg, melyre minden szurkolót vár a Kozár Michelini foci család.